Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok, a ja, jöjjön, hogyan farmoljunk kuvat, kuvatot, ku, kuvat, ku -kuva kuvat, hogy kell ez? Farmoljunk kuvatot, kuva, kuva farmolás, hogyan kell kuva farmolni? Na jó, a lényeg az, hogy értitek. A kuva az egy új nyerség, ami most jött be a Vorvidinnel, és ugye, hát farmolni kell becsülettel, mert hogy az új fegyverek, amiket kapsz, a vorvidin végén, azok bizony kuvába kerülnek, és eléggé macera farmolni. Jelenleg a legjobb farmoló hely eléggé úgy néz ki, hogy történik, vagy elmész exterminésre, vagy capture-re. A capture-t jobban szeretem, mert az, az bemész, gyorsan elkapod, és ha nem spawnolnak be, gyorsan kimész, nem kell végig exterminálni mindenkit. Szóval, ja, én captured javaslom erre. Ahogy, hogyan spónolnak be ezek a dagadékok, eh, meg a kis porszívó, azok igazából random generálódnak, szóval semmi sem garancia arra, hogy be fognak-e valahogy spónolni. A lényeg az, hogyha bespónolnak, van egy technika, eh, ahogy ki lehet nyírni a dagadékokat, és az pont úgy történik, ahogy a vorvidinnek, csináltad a végén. Tehát kijössz a tenoddal a testből, a Warframe testből, odamész, leezed, átdesesz rajtuk, és ki lehet nyílni. Na de, a kuva magát nem ők adják. A kuva magánál ott van egy, piros felhő jelenik meg. Láthatjátok itt a videón is, folyton átdeselek valami piros felhőn, az a piros felhő adja maga a kuvát. Mert ott az a kurva porszívó, ha az a porszívó beszívja a piros felhőt, nektek annyit. Nem lesz kuvátok, és akkor kuva anyászottak össze-vissza. Szóval a lényeg az, hogy a piros felhőn a tenóval át kell desselni. Tehát Control Space az irányába. Tehát V Control Space vagy Control V Space csináld, ahogy szeretnéd. A lényeg az, hogy a felhőn át kell desselni. És honnan tudom, hogy hol a felhő, úristen? Tehát ölj meg mindenkit, aki tudsz. A lényeg az, hogy ölj meg mindenkit, aki tudsz. És a felhő megjelenik, és egy fura hangot hallat magának. Hallgassak! ez az a fura hang, amire neked fel kell izgulnod, és át kell desselned rajta a tenóddal, és akkor nagy büszkeségtől tölt el, mert kuvákat fogsz kapni. Most mondom nektek előre, nekrosz ide vagy oda, több kuvád nem lesz. Egyedül, amitől több kuvád lesz, az a boosterek. Ha boostereket szerzel, akkor lesz több kuvád, ha nem, akkor nem, nekrosz nem segít. Nekrosz, amiben segít, az az, hogy a rettenet dagadékok is a kis Csaják, akik ott ülnek a vállukon, azok jobban dobják a modokat, illetve a rettenet dagadékok dobják a öm, tesin fegyverének az alkatrészeit is, öm, és továbbá azok jók dukatnak. Egy olyan 45 dukatot ér, úgyhogy most formoljátok, amíg öm, ki nem javítják, és öm, gyakorlatilag még cserélhetőek is, nem mint a számítanom, annyit dob, mint a ruhadás, de rohadt jó dukat forrás. Szóval érdemes egy bizonyos szempontból kuvat, persze, hogyha e, meg akarod, le akarod gyártani az új fegyvereket, amik bejöttek a vorvidinnel, és tesinnek a fegyverét, ami a kalapszart nem ér, és ha rengeteg dukatot akarsz, akkor farmolod a dagadékokat és a kiskecsegeket, akik a vállukon ülnek. Ha nem tudod, miről beszélek, akkor figyeld meg jobban, <laughs> figyeld meg jobban azt, amikor játszol, és ja, rövid igen, ennyi lett volna a kuvaformás. A lényeg az, hogy átkeldesse -e a felhőn, és nem szabad engedni, hogy a porszívó beszívja őket. És kb. ezt háromszor kell megcsinálni, ha megcsinálod, háromszor akkor kérlek szépen te vagy a kuva győztes, és egy olyan 600-700 között fogsz kapni ezekből a kuvákból, még hál' Istennek, hogy 4000 plusz 10.000 kell, csak ahhoz, hogy legyást kb. a te fegyvereidet, és még plusz a dojo beleted az új kartba, ami a Grinier laborban van, és persze, hogyha egy szóval nagy dojo van, akkor rengeteget kell belepakoljál. Ha a kis dojo van, you are lucky motherfucker, de ha nem, akkor... Na, ez van, végre egy új nyersanyag, már úgy akartunk egy új nyersanyagot, ti nem, én őszintén, én őszintén akartam egy új nyersanyagot, de tényleg is, főleg szerettem volna, hogy ezt így kelljen farmolni. Ez fantasztikus dolog, és, és egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy én több fizetést adnék a Digital Extreme-nek, mert ugye ilyen fantasztikus ötleteik vannak, mint a Nitain, és a Kuva, ami a random besponolt enemi, uh, formulására hagyatkozik. Ez egyszerűen fantasztikus hír. Nos, srácok, a következő Warframe videóig, ami valószínűleg nem tudom mikor lesz, de hamarosan a hóvége fele minden bizonyal várható a olyanok, hogy hogyan játszunk Excaliburral, val illetve uh, Bensivel később, hogyan játszunk Excaliburral, ilyen furcsa dolgok fognak várni rátok a jövőben warframe kapcsolatban. Bármi kérdésetek van valami nem tiszta és értelmes, olyan, amit a Wikipédia nem tud megválaszolni, vagy nem tudsz kifejezetten angolul, akkor lehet írni, lehet, hogy csinálok róla videót. De ha olyan kérdésétek vannak, hogy mi az a junction, akkor kérlek, ne nekem írjátok meg azt, hanem valami Pro Warfim Köszönöm a figyelmet, sziasztok!